Augusztus 1-én lép életbe az a törvénymódosítás, mellyel többek között támogatják a kisüzemi sörfőzdék érvényesülését. Az országgyűlés tavaly decemberben módosította a kereskedelmi törvényt annak érdekében, hogy visszaszorítsa a vendéglátó szektorban a kizárólagos italbeszerzési szerződéseket, és ezzel segítse a kisebb italgyártók érvényesülését. Tehát a vendéglátósoknak egyes kategóriákban, például sör, üdítő, ásványvíz, legalább két különböző gyártó termékeit kell kínálniuk. Bár a vendégeknek kedvez a módosítás, mert jóval nagyobb kínálatból választhatnak, az egyik szekszárdi söröző tulajdonosa azt mondja, könnyen lehet, hogy több millió forinttól esik el. Itt arról van szó, akárha mondjuk egy sörgyártóval való szerződésről beszélünk, akkor egy bizonyos időintervallumon belül egy bizonyos típusú fogyasztást vállalok nyilvánvalóan a gyártó felé, és ebben a helyzetben ők ezt honorálják számomra egy bizonyos millió forinttal, egy bizonyos összeggel. A vendéglátóhelyek italkészleteik legfeljebb 80%-át szerezhetik be ugyanattól a gyártótól. Így a nagy sörgyárak sem köthetnek már kizárólagos szerződést a vendéglátóhelyekkel, ez alól csak a csapolt sör lehet kivétel, ha az érintett vállalkozás biztosítja legalább egy kisüzemi sör folyamatos csapon történő értékesítését. Miután az elmúlt időszakban többfajta kis sörfőzde keletkezett. Ezeknek a megrendelései viszonylag sajnos nagyon alacsonyak. Ezzel lehetne támogatni a hazai sörfőzdéket, akik elsősorban kézműves söröket állítanak elő. Az a vállalkozás számít kisüzemi sörfőzdének, ami évi 20 ezer hektoliternél kevesebb sört állít elő. Fischer Sándor szerint a szigorításnak köszönhetően megnőhet a kereslet a kézműves sörök iránt.